Rajongó, szorító, mert szombat van, és ez itt a szorító Magyarország első heti rendszerességgel jelentkező pankrációs podcast. Bárfi és a doktor minden héten a pankráció függő világában. A szorító szombat ezennel indul! Hello! Újabb hét, újabb szorító podcast! Én a doktor vagyok, itt ül mellettem Bártfi, és ezen a héten is rengeteg izgalmas témával készültünk nektek. Így van, sziasztok! Sajnos két szomorú témát kell kifejtenünk, hogy az egyik egy szomorú évforduló kapcsán, hogy Erik Erró 10 éve hunyt el, pontosan a felvétel napján, hogy a 10 éves évforduló. A másik pedig ugye Seth Rollins nagyon komoly sérülése és annak következményei. Maradjunk annyiban, hogy ilyen még nem volt a szorító podcast történetében, de olyan szinten ki vagyok bukva a WWE-re a kreatív oldalról, hogy ilyet is fogtok hallani a mai napon. Emellé pedig, ha már egy ekkora sérülés, ami befolyásol sok mindent, akkor beszélünk majd a legnagyobb sérülésekből, amikből pankrátorok visszatértek, vagy éppen nem tértek vissza, és egy karrier múlott azon a sérülésen. Majd lesz pedig ugye szokás szerint ugye free minute warningunk, most pedig jöjjön a szokásos heti kérdésünk, amit ugye az adásban válaszolunk meg. Nagyon jó kérdés jött ismét. Így van. Mi a véleményetek, illetve mennyi lehetőséget láttok egy olyan tag team csapatokban, ahol a birkózók csak együtt képesek jó, érdekes teljesítményre? Például az úszók, Blake and Murphy, The Road Warriors, vagy a Dash and Dawson, ugye az NXT srácok, ugye... Akik ezen a héten nyerték meg pont a Road Warriors-től az NXT tag team bajnokéveiket. Hát kezdjük is szerintem most ugye ebben. Én abszolút úgy vagyok, hogy ugye gyakorlatilag ez... évtizedekig hagyomány volt, hogy olyan tag teameket, amik nagyon jól működnek együtt, hogy nem szedünk szét. Ugye, akár ugye a Road Warriors-ra gondolunk, akár a Demolition-re. De a Dudley-kat is nevezhetem egyébként, hogyha már arról van szó, hogy kiket ismernek jelen pillanatban a hallgatók. Szóval például a Dudley-kat csak a TNA szedte szét, amennyire kretének voltak, de az más kérdés. Is egyszer megoldott, de az se volt igazán jó, úgyhogy ugye Reverend Devon, Devon atya. Devon atyaként így van. Én mondjuk az úszókat ugye nem szeretem stílusban. De meglepő. Ugye? De egyébként tag teamként nem tartom őket ügyetlennek és tehetségtelennek. Szóval abszolút ők jó helyen vannak a tag team divízióban, egyedül ők elvesznének. Én azt gondolom egyébként, hogy semmi probléma nincsen az ilyen tag teamekkel, mert... ha valaki egyéni futásra alkalmatlan, de tag teamben nagyon jó, akkor arra szükség van változatlanul ebben az egész bizniszben. Tehát a tag team divízió, én úgy gondolom, hogy egy külön attrakció ebben az egész iparban, és hogyha van valaki, aki jól működik ebben a kontextusban, akkor azt kár lenne kidobni. Tényleg. És amikor olyasmi van, hogy tényleg tovább lépünk egyéni karrier felé, akkor ugye nagyon sokszor előjön az a szindróma, amit Michaels Jannetty szindrómának szoktunk nevezni, ugyebár. Tehát ugye a tag teamnek az egyik fele az tovább megy egy minőségi egyéni karrier felé, a másik az pedig eltűnik a süllyesztőben. Mondjuk ezen a téren a Morrison Miz csapat volt a legviccesebb, ahol mindenki azt gondolta, hogy Morrison lesz Michaels és Miz meg Jannetty, és erre pont fordítva lett, ugyebár. Igen. Christianék is megoldották, ugye Edge és Christianból, és ugye Christian azért eléggé lent maradt ugye a midcardban folyamatosan, ugye Edge meg ugye a modern ére egyik legnagyobb szupersztárja lett. De mind a ketten világbajnokok lettek. Igen. Úgyhogy ezt azért hozzá kell tenni. Tehát igazából a tag teameknél nagyon fontos az, hogy milyenek az egyéni kvalitások a birkózóknál, mert hogyha benne van a pakliban az, hogy ő belőlük lehet több, lehet egy egyéni szupersztár, akkor nyilván azt ki kell hozni belőlük, tehát azt meg kell csinálni. Viszont hogyha az ember meg azt látja, hogy ezek a pankrátorok egyéniben nem tudnának kibontakozni, nem tudnának tényleg komoly világbajnoki karriert mondjuk befutni, semmi probléma nincs azzal, hogyha ők tag teamben attrakciók maradnak, akár öt éven keresztül, vagy még tovább, mint például a Dudley-k, akiket említettünk. Igen. A WWE-nek volt egy olyan időszak ott a 2000-es évek második felében, amikor ugye elkezdték ugye random tag teameket ugye összedobálni azért, hogy valami legyen valami értelmes tag team. Nagyon divízió. Rossz volt. Borzasztóan rossz volt, ugye. Még ugye a hosszabb távra összeállított tag teameik is, ugye, mint mondjuk a Big Show és Chris Jericho párosa sem működött annyira jól, mint mondjuk egy pedig azok még viszonylag jók voltak, éppen azért, mert minőségi előadók alkották azokat a csapatokat. De még az sem működött annyira jól, mint mondjuk tényleg egy olyan páros, ami mondjuk 10 éve együtt dolgozik mindenhol. Nem tudom, hogy neked mi a véleményed róla, de alapvetően
Talán az is közrejátszott ebben, hogy a WWE abszolút úgy kezelte a csapatokat is, hogy már mint potenciális egyéni birkózókat nézte a csapatok szereplőit, és nem úgy kezelte őket, hogy oké, akkor ez egy csapat, és akkor ez így is marad. Most valahogy kezdenek megint ebbe is visszatállni az ős módszerekre, hogy azért mégis csak csapatokat alkotunk. NXT, szervusz! Igen, nézzétek az NXT-t, ugye akármennyire az Ascension nem futott be ugye a fő rosterem, de gyakorlatilag egy évig dominálták ugye az NXT Tag Team divízióját. Most jövő héten egyébként ott is lesznek pont Jordan és Gable ellen, aki szintén egy fantasztikus tag team, és egyébként, hogyha az NXT-t megnézitek, akkor ott valóban a klasszikus minta egyre jobban érvényesült, tehát a Wood Villains, a Blake és Murphy, a Dash and Dawson, ahogy a kérdés is mondja, de korábban a Lucha Dragons, akkor az Ascension, Jordan és Gable, mindegyik gyakorlatilag klasszikus tag team formáció. Igen, mondjuk a Gable-ékből szerintem többet akarnak kihozni, de a többi az igen. De megvan hozzá az idejük, tehát tényleg először Jordan és Gable simán overré válhatnak, akár a fő rosteren is tag teamként, igen, mielőtt utána külön utakra lépnek. Egyébként én azt gondolom, hogy Jordan és Gable talán ők vannak a legközelebb hozzá most jelenleg az NXT-ből, hogy nagyon gyors kollább legyen a fő rosterben. Igen, ők abszolút úgy vannak, mert nekik megvan az a karakter, ami gyakorlatilag nem karakter, hanem ők az, hogy birkózók, ugye az a karakterük, ami hihetetlen. És működik. És működik, ami még hihetetlenebb. Igen, működik. Fantasztikus, tehát ugye heti NXT-t is éppen néztem, és fantasztikus. Mi volt az a duma basszus, hogy ki kéne hívnunk a legnagyszerűbb tag teamet az NXT történetében? De Jordan, nem hívhatjuk ki saját magunkat! Igen. Szóval a másik három, meg ugye a Blake és Murphy azért ott még azért kell dolgozni a karakterem, mert ott sem nagyon tudom, hogy inkább ez a high school bullit akarják megformázni, vagy micsodát. Hát én azt gondolom, hogy Alexa Bliss kíséretében azért előrébb tartanak, mint annak előtte, mert annak előtt, bár Blake és Murphy esetében még mindig benne van a pakliban az, hogy nem tudom megkülönböztetni őket, igen, ami azért gáz. De a koncepció önmagában az, hogy tényleg tag teamként vannak kezelve, ez a jó. Dash és Dawsonban meg ugye az a probléma, hogy a modern közönség nem érte, hogy ők mit akarnak megtestesíteni, ugye a klasszik Four Horsemen-szerű birkózót, ugye? Hát ugye, amikor Arn Anderson és Tully Blanchard átmentek a WWE-be, akkor nekik volt egy Brainbusters nevű csapatuk a 80-as évek végén, 90-es évek elején, most ezt így fejből mondom, úgyhogy nem biztos, hogy pontos, de körülbelül ő rájuk hajaznak, Dash és Dawson, a mechanikusok, vagy a mechanicsnak, tehát szerelőknek nevezik őket, de gyakorlatilag ebben az van, hogy a ring mechanika, ahogy dolgoznak, ahogy birkóznak a fogások, a mozdulatok, erre igazából ilyen belső svicc megint az a csapat. Az egész, minden az egész belső svicc. A Wodvillensi szinten egy belső svicc ugye mind a két névvel, ugye a nagyok előtt tisztelegve, és nekik szerintem baromi jó az a karakter. Szóval ez a 20-as évekbeli erőemelő per pankrátor, ami ugye tényleg a klasszikusokat jellemezte, zseniális a jó. Na de, hogy lezárjuk tényleg a kérdést, igazából látunk lehetőséget, igen, azt gondolom, hogy az ilyen tag teamekben, csak akkor őket tényleg tag teamként kell kezelni. És nem egyéniben. Igen. Kicsit furcsa adásszerkezettel bukoltuk a mai adást. Ugye már is a fő témáról fogunk beszélgetni igazán, ugye Rollinsnek a sérüléséről, ami ugye múlt héten történt, ugye... Igen, az európai turnén. Ugye Dublinban a live eventen, ugye, hogy csinálni akart egy Sunset Flip Powerbombot Kénen, rosszul érkezett le, elszakadt mind a négy jobb lábában lévő tércellag. Gyakorlatilag tényleg minden, ami ott a térdében lehet, az így elszakadt, pedig egy nagyon bagatell dolog volt. Tehát szerintem ezt a Sunset Flip Powerbombos kitámasztást Seth Rollins már kismilliószor csinált az egész felfutása során. És gyakorlatilag most a leérkezésnél a térde kiment. És pont ugye vettük fel az adást, amikor jöttek meg a videók, ugye a kiegészítő részeket a múlt heti szorítóhoz. Alig néhány órával később jött meg a hír, hogy valójában mennyire súlyos az a sérülés. És ugye én már akkor mondtam neked, hogy ebből komoly bajok lesznek, mert ugye láttam már egy-két szép dolgot, ugye, amikor fociztam, vagy amerikai fociztam életemben, szóval láttam egy-két csúnya sérülést, és akkor láttam, hogy ebből komolyabb bajok lesznek. De ugye Rollins old school guy módjára befejezte a meccset, méghozzá úgy, hogy a 300 font körüliként átpowerbombolja az asztalon. Igen, úgyhogy a térdében egyetlen szalag
sem épp. És ugye Rollins nyilatkozta a WWE-nek, hát nem éreztem semmi extra, csak nem fájt meg semmi, csak annyira kicsit instabil volt a jobb térdem. Igen, mert ugye azt azért tényleg tudni kell, hogy Rollins is lenyilatkozta, hogy a tércalagokban nincsenek idegvégződések. Igen. Tehát alapvetően fájdalom szintjén ez most fáj neki, miután megműtötték a térdét, és szerencsésen át is esett az egész procedúrán, jól sikerült a műtét, de a prognózis az még mindig az, hogy 6-9 hónap lesz a gyógyulás. És egyébként én azért reménykedtem múlt héten, amikor beszélgettünk erről az adásban, hogy talán mégse lesz annyira súlyos, mert azért a térdsérülés a pankrációban nem olyan, mint mondjuk a fociban. Tehát, hogy a fociban nagyon sok ilyen irányváltás kell, nagyon sokszor a térnek a kitámasztása, a fordulása, az tényleg komolyabb, mint a pankrációban. Itt egy másfajta igénybevételről van szó. Igen, csak akkor mi nem tudtuk azt, hogy mind a négy szalag elszakadt, ugye? Abszolút. És egyébként Magyarországon is lehetett volna már példa erre, hogy mi történt, mert ugye a HCV-ből Michael Nuts tavaly elszenvedett egy térsérülést, igen, neki is a tércalagja szakadt, és neki is valóban gyakorlatilag 9 hónap volt, igen, amíg folytathatta a pályafutását. Szóval tényleg ez, hogy ez 9 hónap lesz, ugye Rollins egyből ő is kimaximalizálja a dolgokat belőle, mert nagyon... Ez az Instagram poszt a zseniális. Igen, az Instagramon felrakott egy olyan képet, ugye, hogy egybe fog maradni, újjá fog épülni, és jobban fog visszajönni, mint valaha. Hát tényleg valószínűleg így lesz, és ugye egy iparmennyiségű face poppal fog visszatérni 9 hónap múlva. Igen, pont ezt beszéltük egyébként a hétközben Bártyúval, hogy azzal együtt, hogy ez most rövid távon egy nagyon rossz dolog, úgy a WWE-nek, mint Rollinsnak is, de hosszú távon lehet, hogy a pályafutását előre fogja lendíteni. Így van, valószínűleg ugye a nem könnyen megoldható face turnt, ugye, mondjuk azt tényleg nem könnyű megoldani általában. Gyakorlatilag automatizálni fogja az, igen, egészet, mert amikor Rollins visszatér, itt olyan facepop lesz, mint egy ház. Az biztos. Szóval tényleg ilyen Triple H magasságukba fog emelkedni, mint amikor 2002-ben Triple H visszatért a combizomszakadásból. Igazából valahol egészen érdekes az, hogy hogyan másolja a sors Triple H-nek a karrierjét Rollinszal kapcsolatban, amellett, hogy ugye sztoriban is erre próbálnak, igen, építeni. A WWE-s karrierje abszolút ilyen, ugye egy erős heel csapatként debütálnak ugye mind a ketten, ugye Rollins a Authority, az Authority-vel, ugye Triple H meg ugye a DX per Corporation utána, igen, tehát a McMahon csapat azért eléggé hát rendesen ott állt mellette. Ha gyakorlatilag lenagyítózzuk, akkor teljesen ugye hát a DX-el a heel csapat, a Rollinsnál a Shield a heel csapat. Hát meg még gyakorlatilag a DX előtt, amikor China ott volt mellette, igen, és ő volt a negatív tényező. Tehát gyakorlatilag Triple H és Rollins pályafutása nagyon hasonlít abból a szempontból, hogy Triple H gyakorlatilag heelként ugyanazt a formát hozta, mint Rollins, igen, jelenleg. És ugyanúgy ugye bajnokok lettek, ugye korporát támogatással, ugye, uh-huh, majd pedig ugye jött a sérülés, ugye, és utána jött a rövid életű face visszatérés, ugye, Triple H-nél, ugye Rollinsnél ezt nem tudjuk, hogy fog alakulni még, de majd meglátjuk. Én biztos vagyok benne, hogy működni fog, mert tényleg Rollins esetében, hogyha bármit felruhatunk neki az idei évben, mert egyébként fantasztikus teljesítmény nyújtott, és úgy gondolom, hogy birkózás szintjén Cena vitte a hátán az idei rókat a United, igen, States Open Challenge-el, viszont a storyline-okat tekintve, tehát a story vonalakat tekintve, viszont Rollins volt az, aki a hátán vitte az idén a Monday Night Raw-t. Abszolút a hátán vitte. És nagyon türelmesek voltak vele, hála jó égnek. És most olvastam egy érdekes tényt Rollinsról délelőtt, hogy 2012-ben ugye a Survivor Series-en debütáltak, uh-huh, és azutána lévő Raw-tól kezdve a mostani Raw-ig egyetlen egy darab Raw-t sem hagyott ki. Három éven keresztül. Mert ez is munkamániás, ugye? Persze, szervusz Krisztián. Így van. Nem, szóval abszolút ugye egy nagyon érdekes helyzetet teremtett ezzel a sérüléssel maga köré a többi, meg a sors. Ugye, mert ott tartunk, hogy jelen pillanatban a Raw-nak a star power-je egyenlő a nullával. Igen, mert ugye Cena jelen pillanatban egy másik műsort forgat, nagy valószínűséggel, igen, azon, meg el van, hogy pihen. Meg pihen, ugye 10 év után először. Randy Orton sérült, nősül, és a többi. Lesnarnak lejártak az idei évre szánt, igen, dátumai. Úgyhogy tényleg ott tartunk, hogy jelen pillanatban én amikor megláttam hétfőn a Raw-n, hogy hogyan bukkolták be, hogyan szervezték le ezt a világbajnoki versenysorozatot, hát te vagy a tanú rá, hogy irgalmatlan módon kiakadtam. Igen, doktor egy kicsit ingerülten írt rám abban a pillanatban, hogy ez, mert ugye én még nem néztem meg kedden a Raw-t, csak később, szóval én csak úgy
tapogatottam, hogy mi lesz itt a probléma, aztán majd később én is realizáltam, hogy itt tényleg nagy problémák vannak, mert annyira sablonos lett title tournament, ahogy az, ami hihetetlen. Igen, nagyon jókat rögtünk a TNA-n, akik gyakorlatilag egy foci világbajnokságot bukoltak be világbajnoki tournamentnek, de gyakorlatilag a WWE sincs túl sokkal e fölött. És a legnagyobb probléma az, és ezt most muszáj kihangsúlyoznom, tehát nem is elsősorban ott kezdődnek a gondok, hogy most ki lesz az új világbajnok. A probléma az, hogy tényleg az adásban nincsen sztár. Nincsen olyan mainstreamben eladott sztár, aki hiteles lenne ebben a szerepben, akinek legitimációja lenne arra, hogy világbajnok legyen. És ez a komolyabb probléma az egészben. Nem véletlen egyébként az, hogy a jó Undertaker-t azt kőkeményen bukolják most a heti Raw-ra is, mert a WWE is látja, és a WWE is tudja azt, hogy ez az, ami hiányzik per pillanat. Igen, mert ugye tényleg ugye, gyakorlatilag mainstream szintű sztárja nincsen most a szervezetnek. Ugye, akik ezt erre használhatók, ugye Lesnar tényleg pihen, nem szokás szerint pihen. Bár ugye nála pont olvastam, hogy újra tárgyalták a szerződését, és gyakorlatilag több pénzt és több dátumot takar a jelenlegi megállapodás, ami egyébként egy nagyon pozitív dolog, tehát ez is jelzi azt, amiről a múltkor beszéltünk, hogy Lesnar alapvetően szeret birkózni, igen. Megjött a kedve hozzá. Ugye Cena tényleg másik műsort forgat, azon kívül folyamatosan megy minden izéva, ugye reggeli műsorban meg mindenben, szóval Cena még azt a felét ugye hozza a cuccnak. Ugye Orton megsérült, őt sem lehet mostanában erre használni. Tehát tényleg Takert nyomhatjuk ezerrel, ugyebár a Jimmy Fallon Show-ban szerda éjszaka megoldották ezt nagyon jól, igen. Hogy beküldték oda egy Brad Maddox-ot pulyka szerintem Tombstone-olta, nagyon jó volt. Igen, szóval tényleg most már mindent megpróbálnak tényleg, hogy eladják azt a Survivor Series-t. Ugye egyébként is Takert nevével fogják ugye eladni, mert ugye mégiscsak a 25. évforduló. De tényleg, amit mi vártunk, mert ugye beszélgettünk erről a doktorral a hétvégén. Hát mi... gyakorlatilag azóta beszélgettünk róla, ami ott megsérült a Rollinsnak a sérülése. Mit fognak kihozni? És próbáltunk magunknak pár elméletet ugye fölhozni, hogy az egyik ugye az volt, hogy Bryant visszakozni nagyon gyorsan. Erről fogunk még beszélni az adásban, majd róla beszélünk akkor később. Igen, utólag, mint kiderült, ez túlságosan is fangazmus volt mindegyik, igen. De mindegyik az volt. Akkor ugye volt egy olyan verzió, ugye, hogy tényleg amit a legegyszerűbbnek tartunk, ugye, hogy Reignsre rálogatják az a tornament végén. Erre van a legnagyobb esély, ugye. Köpködtem rá ezzelre. Igen, hát, mert ugye Reigns nincs kész ilyen pillanatban, ugye sem karakterügyileg, mert karaktere sincsen komolyabb. Ugye, hát gyakorlatilag ő az egyszemélyes Shield. Igen, szóval gyakorlatilag most az a karakter, hogy ő az egyszemélyes Shield, igen. Akkor a másik verzió ugye az, hogy Ambrose-t ugye törnöltetik és ő viszi az övet, vagy ugye a harmadik verzió, amit beszéltünk, az, hogy ugyanezzel a két emberrel lesz a dönt, ugye Reigns-szel és Ambrose-zal, csak ugye fordítva történik meg a törn, hogy Reigns törnöl és Ambrose marad a face. Vagy igen, tehát ez az 1998-as Survivor Series mintája, ahol egy nagyon hasonló körülmény adódott, és gyakorlatilag ott volt az, hogy The Rock úgy lett bajnok, hogy beállt a Vince McMahon fémjelezte Corporation csapatba, és People's Champion volt, tehát a nép bajnokából ő lett a cég bajnoka. Így van. Szóval ez mondjuk az egyik variáció, akkor ugye láttunk ugye 1% esélyt arra, hogy Takerre rákozták az övet, mert mégis a 25-én forduló, de ez ugye nagyon tényleg a fikció vonalban ment el. Arra is láttunk esélyt, hogy Ashforce-be visszahívják Cenát a forgatásról, ugye? Aztán lejött a kedd hajnal, és megnéztük a Raw-t. Igen, és ebből semmi nem valósult meg valószínűleg. Amit meg kihagytál az egész felsorolásból, az, hogy amit én szintén lehetségesnek gondoltam volna, hogy Triple H-re rakjuk rá az övet. És elmondom most nektek azt, hogy miért gondolkodom ilyen dolgokban, mert tényleg, hogyha meghallja valaki azt jelen pillanatban, hogy Triple H-re meg Undertaker-re 2015-ben rakjuk a bajnoki övet, akkor tényleg ilyen mit szívtatok ti fangazmus gondolatok jöhetnek közbe. Azért gondolkodom ilyen dolgokban, mert amit beszéltünk, hogy egyszerűen nincsen legitim sztár a rosteren. És nyilván Triple H-nek se lett volna kedve ahhoz, hogy most neki hirtelen WWE bajnokként fémjeleznie kelljen az összes heti adást, meg a house show-kat, meg minden szart. Takernek meg még annyira se. Persze. Viszont... Takernek 10 éve nincs hozzá kedve. Azért nem is bajnok. Yeah. De azért mindenképpen azt gondolom, hogy kellett volna valami ilyen váratlant húzni, azért, hogy megcsinálja akár Triple H, akár Undertaker, akár tényleg bárki, akit
a legitim régi szupersztárok közül oda tudtak volna tenni, megcsinálja a következő bajnokot. És ennek nem kellett volna egy hosszabb távú uralkodásnak lennie, mint mondjuk a Royal Rumble-ig maximum. Mert a Royal Rumble-ön úgyis elkezdjük építeni a Mania szezont. Jó. És ott már olyan történetek fognak indulni. Viszont én nagyon-nagyon mérges vagyok a WWE-re jelenleg, mert ez egy annyira sablonos, annyira fantáziátlan és annyira unalmas, szerintem pedig működésképtelen formátum, amit a jelenlegi turnamenttel kitaláltak, hogy valami elképesztő. Tehát hiába van ebben egy Roman Reigns, hiába van ebben egy Dean Ambrose, hiába van ebben egy Alberto Del Rio, egy Dolph Ziggler, egy Kevin Owens, egyikük sincsen megcsinálva. És muszáj tényleg az, hogy valaki, aki egy szinten magasabban van, mint ők, jelen pillanatban a full-time rosterről szerintem egyébként Daniel Bryan és Seth Rollins az, akiről ki lehet majd jelenteni az új generációban, hogy már előrébb tart, mint a többiek. Meg kell csinálni őket. És Seth Rollins egyébként azt gondolom, hogy ha ő neki a bajnoki futását ki tudtuk volna maximalizálni, akkor ő meg tudott volna csinálni a végén egy face bajnokot. Igen, a végén ugye valószínűleg vagy a Mánián, vagy pedig ugye a Rumble-ön tényleg ugye meg tudta volna csinálni ugye Roman Reigns-t. Vagy bárki tényleg, vagy aki bárki, igazából igen. ellene kerül, mert ő mainstreamben is, ugye a Jon Stewart-os Daily Show-os megjelenéseivel együtt is, ő gyakorlatilag oda volt téve, oda volt pozícionálva, hogy ő az a heel bajnok, aki meg fogja csinálni a következő face-t. Igen. Mert egyébként félreértés ne essék, a heel bajnokoknak ez a feladata. Mindig is ez volt, ugye a biznisz alapvető igazsága az volt, hogy a heelek csinálják meg a face-t és nem fordítva. És tényleg most ott abban a problémában áll a WWE, hogy jelen pillanatban nincsen olyan top heel a cégnél, de ez mondjuk szerintem egy jó pár éves probléma, mondjuk úgy 2-3, aki meg tudná csinálni tényleg egy hiteles mainstream szinten elfogadható face superstart. Mert az elmúlt évtizedben gyakorlatilag Triple H erre alapértelmezett módon megvolt. Igen. És meg is csinálta gyakorlatilag Chris Benoit-val, Batistával, Cena-val, nagyon sokakkal. Ortonnal. Ortonnal is például. Szóval tényleg ott tartunk, hogy ilyen pillanatban tanácsolan a WWE szerintem ilyen téren, azért lett ez a sablonos, hogy most megpróbálnak időt húzni legalább a Survivor Series-ig. Amennyire folyamatosan dicsérjük a WWE-t marketing szempontból, mert amit ott csinálnak, az tényleg lenyűgöző és zseniális, és a cégnek a hosszú távú jövőjét biztosítja, de én kreatív szempontból egyszerűen nem tudom jelen pillanatban a WWE-t méltatni. Én azt gondolom, hogy annyira fantáziátlan az, amit csinálnak. Az. Tényleg az, mert ez a nagy könyv második fejezete, mit csináljunk, akkor a bajnokunk megsérül epizód, ugye? Amit láttunk mondjuk már ugye 90-es években, nem is egyszer ugye a WWE-től. Akár ugye még a 80-as években is ugye a Mania, a 4-es Mánián ugye, amikor macsóból bajnokot csináltak, ugye ugyanúgy, hogy egy Mánián belül nyerte meg ugye a tornamentet. Egyébként ez is nekem egy ilyen sarkalatos probléma, hogy megcsináljuk ezt az egész tornamentet, és gyakorlatilag beszerveztük a Raw-kra és a SmackDown-okra az egészet. Na most ezzel az a problémám alapvetően, hogy én értem azt, hogy a Survivor Series-en a bookingot felborítja, nagyon nehézé teszi az egész rendezvényt, hogyha alapvetően egy többfordulós sorozatot csinálunk ott. Viszont amit pluszban hozott volna, az a kiszámíthatatlanság. Gyakorlatilag az, hogy a Survivor Series-re beszervezünk egy bajnoki versenysorozatot, ahol nem tudod, hogy mi fog történni. Nem tudod, hogy ki fog részt venni benne. És ugye a network modell miatt ez eladható, mert az ember akkor is meg fogja nézni most már a PPV-t, hogyha nincsen beharangozva rá semmi. Igen. Viszont így, hogy a Monday Night Raw-ra szerveztük midcard meccseknek a szintjén, Kalisztóval, meg Mizzel, meg Tyler Breeze-zel ezt a versenysorozatot. Titus O'Neill-a, ne is beszünk róla. Szerintem ezzel egészen egyszerűen a kiszámíthatatlansági faktort is erősen felpofosztuk. Másrészt meg tényleg egy olyan szituáció kezdett el adódni Seth Rollins sérülése után, ahol azt beszéltük, hogy ez most a régi WWE recept, lehet, hogy akkor egy hatalmas negatívumból csináljunk egy nagy pozitívumot, hogy meglepjük az embereket, húzunk valami váratlant, hogy tényleg valami olyasmi fog történni, amire senki sem számít, és ehelyett, amit bebukkolunk, az a legsablonosabb szar, amit el lehet képzelni. Igen, tényleg ott tartunk, hogy vesszük elő azt a sablont, amiből gyakorlatilag aki évek óta néz
wrestlinget, az pontosan ugye mi fog következni, ugye? Persze! Főleg úgy, hogy megláttuk ugye az ágrajzot ugye a tournamentnek, akkor egy az egyben kirajzolódott az, hogy ebből egy Roman Reigns Dean Ambrose döntő lesz. Amivel önmagában még nincs is probléma. Azzal van probléma, hogy mennyire nyilvánvalóvá teszik. Igen. Hogy nyilvánvalóvá van téve. Ugye a 90-es évek közepén Eric Bischoff, amikor átvette a WCW-nak az irányítását, ő a Turner Broadcastingnak a közvélemény kutató embereit ráküldte arra, hogy derítsék ki, hogy mit szeretnek a rajongók látni. És az egyik az volt, hogy a pankrációt magát, tehát a birkózást, de a másik nagyon fontos dolog az volt, hogy azt szeretik, amikor kiszámíthatatlan valami, amikor kiszámíthatatlanok a történetek. És ezt jelen pillanatban a WWE markánsan nem adja meg. Főleg úgy, ugye, hogy állítólag ugye tényleg ugye a kreatív csapatban sorozatírók tevékenykednek már évek óta, lehet, hogy itt ezzel van a probléma. Ugye, hogy olyan emberek írják az adást, akiknek fogalmuk nincs magának a biznisznek az alapvető dolgairól. Ez igazából egy eléggé hosszú ideje ismételt rendszer, tehát ezt már a kb. 15 éve mondjuk. Igen. Hát amióta gyakorlatilag a WCW halott, és ugye a WWE-nek az elsődleges irányvonala tényleg az, hogy mindenki konkurencia. Viszont egy nagyon vicces adalék az egész történethez, konkrétan a WWE kreatív csapatában jelenleg benne van Jimmy Jacobs, aki korábban éppen Seth Rollinsnak volt a tag team partnere az ROH-ben, az Age of the Fall nevű csapatban. Szóval tényleg ugye, azért van, ugye nem mindenki azért olyan, aki fogalmas nincs a bizniszről, de azért tényleg ugye a vezető szerepekben állítólag ugye sorozatírók vannak, és nézzük meg a kontrasztot, ugye egy a magát az NXT-t, ugye viszont wrestling szakemberek írják. Olyan emberek, akik 30-40 éve ebben a bizniszben vannak, 20-30-40 éve, és mennyivel jobb. Ezt az adás előtt beszéltük, nem beszéltük meg azt, hogy szóba fogjuk hozni, viszont akkor most szóba hozom, mert ugyebár a mi bizniszünkben nem szokás az, hogy előre megbeszéljük a dolgokat. Szerinted az NXT-nek a történetírási stílusa, ami tényleg egy klasszikus wrestlingre épülő dolog, működhetne-e a 2015-ös, 2016-os mainstreamben? Szerintem pont az, hogy jelen állásban 10-15 éve nem látott ilyet a mainstream közönség, biztos, hogy működne. Mert egyszerűen kikopott az a nézői réteg, aki a 80-as, 90-es években a wrestlingen szocializálódott ezen a típusú bookingon. Abszolút kikopott, hogy gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a WWE célközönsége 2000 után született, ugye. Szóval gyakorlatilag azután, hogy a WCW meghalt. Abszolút, ugye most egy olyan közönség van, aminek a klasszikus elemeket sokkal jobban el lehet adni, aki a gimmickekre, mármint nem a túlzott over the top gimmickekre, mint Undertaker és társai. Mint amikor Bray Wyatt elkezdi lámban szórni. 2015-ben, de hogy klasszikusan olyan dolgokat jelenítünk meg, aki minden egyes birkózó egyedivé tesz, ahogy ezt az NXT-ben csinálják, arra sokkal fogékonyabb, mint amit a 2000-es évek közepén láttunk, hogy mindenki kisgatyás birkózó, és senkinek nincs semmi karaktere. Nagyon remélem egyébként, hogy igazad van, mert amikor az NXT-ben látom azt, hogy hogyan működnek a karakterépítések, hogyan működnek az, hogy organikusan overét tesznek gyakorlatilag egy adott birkózót, mindig félek attól egy kicsit, hogy ezt csak azért látom így, mert hozzáértő szemmel nézem az egész bizniszt, és hogy valójában ez nem a valóság, hanem a, gyakorlatilag az én egyéni érzékelésem, hogy ez így jó, és ez így működik, és hogy lehet, hogy a mainstreamben nem működne így, de nagyon szeretném hinni azt, hogy működne, mert azt látom alapvetően az NXT-ben, ahogy a tag team mezőnyt felépítették, ahogy a női mezőnyt felépítették, ahogy az egyéni birkózókat felépítik egy bajnoki lehetőségre, hogy abban évtizedes receptek mutatkoznak meg. Igen, a hagyományos klasszikus olyan egyszerű dolgok, amik mindig is működtek. Szóval például a mostani sztori a legjobb erre, az áruló barát, az 30 éve mindig működik. 30 éve? Több ezer éve működik. A birkóban 30 éve, az egyéb szórakoztatóipari formákban meg több ezer éve, igen. Igen, tehát gyakorlatilag 2015-öt írunk. Nem fogjuk előről újra teremteni a történetmesélésnek a világát. Igen. Alapvetően a történetmesélésben minden, ami bekerült, az gyakorlatilag egy régi dolog, igen. Dolog. Valóban, tehát az olyanoktól kezdve, mint a Dávid Góliát történetek, elárulom a barátomat történetek, hogy ugye hátba támadom, stb. És ezek azok, amik azóta működnek, hogy az emberek először elkezdtek történeteket mesélni.
És ez amihez vissza kell térnie valószínűleg a mainstream wrestlingnek is, hogy újra ugye felfedezze önmagát. Ehelyett viszont itt van nekünk most Roman Reigns, aki valamilyen formában nagyon úgy tűnik, hogy most bajnok lesz. Igen, majd meglátjuk, hogy melyik ő oldalon. Ő egy Vince McMahon kreálmány egyébként szerintem. Ha elkezdjük gondolkodni azon, hogy hogyan pusolták őt, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy Reigns tényleg Vince-nek a választottja. Lehetséges, hogy Vince választottja. Nem tesznek le róla egyszerűen, tehát folyamatosan megpróbálják előre tolni Reigns-et. Ugye megpróbálták már az idei WrestleMania-ra, és csak ott ugye nem működött az egész dolog. És most coming out-olni fogok, nem olyan coming out-ot, mindenkit megnyugtatok, de tényleg az a helyzet, hogy 2012 óta, amikor a Shield debütált, Roman Reigns-et azóta az egyik top prospektusnak nevezik a WWE-ben. Konkrétan a HCV bajnokával, Renegade-del volt erről több vitám, mert ő amikor először meglátta Reigns-et, azt mondta, hogy ő fogja befejezni Undertaker-nek a streakjét. Ez ugye nem valósult meg, de látszik az, hogy milyen sokra tartja őt, hogy milyen prospektust lát benne. És én a mai napig nagyon-nagyon próbálom, és nem látom Reignsben azt, amit a WWE lát. Te hogy vagy ezzel? Most őszintén. Hát ugye én is úgy voltam vele, amikor elkezdték ugye a Shieldet bukkolni, ugye akkor elég erőteljesen bukkolták ugye Reignst. Ugye három emberben elveszik az, ami ugye az ő hátránya még mindig, ugye hogy jelen pillanatban nem tud beszélni. Nem kellett komplet meccseket összerakni, mert azt a két indie nerd, Ambrose meg Rollins összerakta helyette. Így van. Szóval, hogy tényleg neki az kellett volna, ami szerintem minden három embernek iszonyatosan jót tett volna, hogyha őt engedik össze ugye Rollins-szal hosszabb távon, csak ugye jött a sérülése, ami szerintem nagyon visszadobta ugye a fejlődésben, hogy neki mindenképp kellett volna legalább egy három... Ez a tavalyi őszi sérülés. Igen. Amikor 3-4 hónapos Rollins elleni feud, ugyanúgy, mint ahogy Ambrose-zal volt, és az mindenképpen megcsinálta volna Reigns-t. Szóval benne van a nyers tehetség, csak ugye a szobrász vésője még nem faragta ki teljesen a képet. Nekem az a problémám vele, hogy folyamatosan színált vagy rockot próbálnak láttatni az ő személyében, de ő nem ez. Igen, neki egy saját egyéni karaktert kellene kitalálni, nem pedig ugye az előző két érának a szupersztárját újra teremteni. Majmolni, így van. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz ebből az egész dologból, valószínűleg egy sablon fos, bocsánat. Valószínűleg mindig, ami igaz, a birkóban bonyolult dolgot gondolunk, de legegyszerűbb fog megvalósulni. Igen. Na, és hogyha már Rollins sérülését kiveséztük, akkor fontosnak tartjuk megemlíteni azt, hogy tényleg a pankrációban ki az, aki hasonlóan komoly sérülésből vissza tudott jönni és folytatni tudta a pályafutását, és ki az, aki esetleg nem. Na most nyilvánvalóan főleg pozitív kicsengésre lesz ennek az egész szegmensnek, tehát mi is úgy gondoljuk, hogy Seth Rollins ebből erősebben fog visszatérni, mint valaha, de azért mindig, minden sérülésnél benne van a pakliban az, hogy hogy az emberek talán nem lesznek ugyanolyanok, mint annak előtte. Hát tényleg, hogy a pankráció legnagyobb szupersztárairól fogunk beszélni. Olyan emberekről, akik meghatároztak nagyon sok időt ebben a bizniszben. És tényleg, ugye volt, aki pozitív, volt, aki negatív. Szerintem kezdjük az időrendben, az úgy jó lesz. Jó, a 70-es években például ott volt Ric Flair, aki repülőgép balesetet szenvedett. Ez is egy nagyon jó történet egyébként. Igen. Az egy zseniális. Elmesélem konkrétan úgy, ahogy van. Tehát több pankrátor társával együtt Flair meg akarta úszni a hosszú autóutakat a rendezvények helyszínei között. És találtak egy szabadúszó pilótát, aki mellesleg magyar felmenőkkel rendelkezett. Michael Farkas volt az úriembernek a neve. Akinek volt egy kis repülőgépe, és akkor kitalálták azt, hogy akkor, na, repülni fogunk. Igen ám, csak az történt, hogy a birkózóknak az összesített testsúlya az több volt, mint amire számítottak, és ezért a drága jó pilóta kieresztett egy adag üzemanyagot, hogy ne legyen túlsúlyos a repülőgép. Az üzemanyag pedig elfogyott menet közben, és a repülőgép hát kényszer leszállást hajtott végre, perjel lezuhant. És Flairnek a háta 3 darabba törött gyakorlatilag. Igen. Ez a 70-es évek közepén volt, tehát még az első világbajnoki címe előtt történt mindez. Viszont
ő visszajött ebből. És 16 világbajnoki címet nyert utána. Úgyhogy 3 darabba törött a hátam. Így van, 16 darab ugye világbajnoki címet nyert, és emellé ugye tényleg a legnagyobb hírnek tartják a biznisz valahol történetében. Egyébként abban a balesetben Johnny Valentine, aki a WWE is ismert Greg the Hammer Valentine-nak az édesapja, tolószékbe kényszerült. És egyébként egyetlen halálos áldozata volt az egésznek a pilóta. Igen. Tehát ő kumába esett, és ő meg is halt később sajnálatos módon. De olyan dolgok történtek, hogy 70-es éveket írjuk, tehát nem azokat az időket, amikor a kayfabe halott, ugyebár. Igen. Hogy az egyik pankrátor, Tim Woods, Mr. Wrestling, ő néhány héttel ezt követően szintén nyak vagy gerincsérülést szenvedett el, ringbe lépett, irgalmatlan fájdalmak közepette, és mindezt azért, hogy bebizonyítsa, hogy ő nem volt egy azon repülőgépen, mint az olyan gennyes alakok, mint Valentine vagy Flair. Mert akkoriban ez megölte volna az egész biznisz, hogyha kiderül, hogy egy Woods-féle jó fiú, az a Flair-ikkel utazik együtt. Ez és ezért bement a ringbe, és meccset játszott, törött háttal gyakorlatilag. És szintén ehhez kapcsolódó történet, hogy amikor Flair kórházban volt az eset után, Wahoo McDaniel, aki szintén a kor egyik nagyszerű birkózója volt, korábbi amerikai futballista, berongyolt hozzá a kórházba, és az orvosok kétségbe esetten próbálták feltartóztatni, mert azt gondolták, hogy most, hogy Flair maga tehetetlen, Wahoo azért jön a kórházba, hogy végleg elintézze őt. Ugye tényleg ez egy másik világ volt, még ugye a 70-es években abszolút, és egy más gondolkodásmód volt az egész biznisz körül, meg már nem ez van, szerencsére. Így van. Aztán persze van olyan is, amikor hát nem jön össze a gyógyulás, Bret Hart, igen, konkrétan ez az ember, akit az agyrázkódások kényszerítettek visszavonulásba, konkrétan egy rúgás Bill Goldbergtől, amit egy WCW Starcade-en szenvedett el. Így van, amit olyan agyrázkódás szenvedett, hogy amire állítólag ugye a sztrókja és a motorbal esete is arra vezethető vissza. Szóval ez egy nagyon komoly kimenetű agyrázkódás, ugye? Igen, és gyakorlatilag jelenleg már a ring közelében nem engednek hasonló tünetekkel. Igen, abszolút. Most ennyit fejlődött tényleg a hozzáállás és a bizniszhez, szóval szerintem például Rollins 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt még szerintem visszajött volna leadni az övet. Valószínűleg. Abszett. De ugye Bret Hart, amikor megsérült 1999-ben vagy 2000-ben, nem tudom pontosan, ő nem tudott visszatérni belőle, és gyakorlatilag ő olyan állapotban van, hogy jelen pillanatban egy újabb fejet ért trauma, az akár végzetes is, igen, lehet az ő esetében. Tehát nem véletlen az, hogy amikor Vince McMahon-nel meccset a WrestleMania-n 2010-ben, akkor nagyon odafigyeltek arra, hogy semmi hasonló ne. Igen, abszolút. Ne történjen. Vince mindig is nagyon jó worker volt ilyen téren, ahogy képest, hogy én nem birkózó, hogy mindig nagyon figyelt arra, hogy... A szarrápotítózta az összes ellenfelét, tehát... Az más kérdés, de a komolyabb sérüléseket azért nem okozott, maradjunk ennyiben. Ugye? Aztán vannak ugye olyan sérülések, és ez a fociban főleg a térdsérülés szokott lenni egy ilyen dolog, de a pankrációban elsősorban a nyaksérülés az, ami, igen, ugye hosszú távon kihatással van a birkózóknak a pályafutására. Rövid távon vissza lehet jönni belőle, Stone Cold Steve Austin visszajött belőle, Edge visszajött belőle, mondjuk egy Lita, egy Chris Benoit, egy Kurt Angle visszajött belőle, de ha megnézitek ezeknek az embereknek a pályafutását, hosszú távon gyakorlatilag mindig olyan kihatással volt rájuk, hogy eljött az a pont, amikor van, nem lehetett tovább folytatni. Évekkel ugye rövidítette meg a pályafutást. Ugye Austin gyakorlatilag mikor birkózott utoljára? 2003-ban. Ugye Edge ugye a nyaksérülés után ugye 2010... Igen, Edge-et 2003 elején műtötték meg, több mint egy évet hagyott ki, és ezzel együtt is gyakorlatilag 8 évvel később vissza, igen, kellett vonulnia. Lita is elég hamar ugye visszavonult, mondjuk az a nőknél a más kategória, de akkor Litát az biztos, hogy nem tudták volna távol tartani a ringtől, nem sérül meg komolyabban a nyaka. És tényleg ugye Benoit-val tudjuk, hogy mi lett, az egy másik történet, ott az agyrázkódások szintén ugye, ami közrejátszottak ugye a dolgokban. Tényleg ugye a nyaksérülés az, ami annyival megrövidíteni a pankrátor életét, hogy nem az életét, hanem a ringbeli életét, hogy az valami hihetetlen. És nem lehet kiheverni, tehát, igen, alapvetően megcsinálták egy kiváló idegsebész, Dr. Lloyd Youngblood, az, aki gyakorlatilag a birkózóknak a nyakán dolgozott évtizedesen, Edge-et is ő műtötte, Austin-t is ő műtötte, Benoit-t, Lita-t, mindenkit ő műtött gyakorlatilag.
és el tudta járni azt, hogy visszaküldje őket a ringbe, de ennek idővel mindig meg lesz a böltje. Tehát Edge például leírja a könyvében azt, hogy kettő csigolyáját, hogy a gyakorlatilag neki az mentette meg 2003-ban a pályafutását, hogy az első orvos, az első hétköznapi orvos, akihez mondjuk egy olyan ember, mint te, hogy én elmehetünk, ő azt mondta, hogy három csigolyáját kell műteni. És amikor elment Youngbloodhoz, ő azt mondta, hogy nem, csak kettőt. És azzal megúsztad, mert az a limit gyakorlatilag, tehát hogyha kettő csigolyádat műtik ebben a kontextusban, akkor még van esélyed visszajönni. Háromnál már nem. Akkor beszéljünk arról, aki kérdője jelen pillanatban. Daniel Bryan. Ugye Bryan, akiről még fogunk beszélni majd a adásban, csak ugye Bryanről is tudni kell, hogy nála sem most ugye egyébként az a probléma, hogy a nyaka, mert a nyakát állítok rendbe hozták, meg a kezét is, ugye, mert a kezével is volt probléma, hogy nem tudott fogni gyakorlatilag ebből ugye. Hát az igazából az idegrendszeri dolog, igen. Tehát a gerinc nyak csigolya. Meg ugye ott a vállában is az ideg elég szépen szét volt menve. És ugye most Bryan is ott tart, ugye, hogy most vár a visszatérés, majd erről beszélünk még a filmet. Hát ugye Daniel Bryan az az ember, aki már nagyon szeretne alapvetően visszajönni, csak a WWE-nek az orvosai nem engedik, mert ahogy ugye felhoztuk az agyrázkodásoknál, teljesen másképpen tekintenek már erre, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt. Igen, mert neki is az agyrázkodással van baj, de erről majd beszélünk tényleg a Freeman Warning, ezt ne lőjük le előre. Jó, akkor viszont beszélünk azokról, akik vissza tudtak jönni és nagyszerű karriert csináltak belőle. Hát az egyik az pont Rollins kapcsán beszéltünk, Triple H, akinek kétszer is elszakadt a kvadricepsze. Ez egyébként nem tudom, hogy mi a magyar neve, gyakorlatilag ez az az izom, ami a combod alsó részén a tért kalácsodat tartja. Igen, szóval ez egy, tényleg egy olyan izom, amire nem is gondolná az ember, hogy ilyen kontextusban el tud szakadni. De... Én gimnazista koromban egyszer meghúztam a kvadricepszemet, az is nagyon rossz volt. De Triple H tényleg kétszer is elszakította, mind a kétszer nagyon hosszú, ugye ez egyik ugye gyakorlatilag nem volt... 9 hónap. Mind a kétszer 9 hónap, és utána gyakorlatilag Triple H utána lett megasztárra. Igen, tehát gyakorlatilag 2000-ben Triple H a világ legjobb pankrátorának volt elismerve, de nem kifejezett megasztárnak, és éppen Austinnal volt egy csapatban, amikor ez a sérülés egy Monday Night Raw-n történt, Jericho és Benoit ellen játszottak egy tag team meccset, és befejezte. És befejezte a mérkőzést. És befejezte, de hát leszakadott minden ott a lábában, ami lehetett. Műtét, következő év januárjában visszatért 9 hónappal később, és aztán 2007 elején a New Year's Revolution gálán, amikor éppen Michaels-el csapatban Edge és Orton ellen birkóztak, szintén egy tag team meccsen, Triple H el van átkozva ezekkel a tag team meccsekkel, megint elszakadt a kvadricepsze, megint 9 hónap kihagyás, és azt a meccset is befejezte. Amit mondjuk szerintem ma már biztos, hogy nem hagynának neki. De hogy, szerinted megkérdezni az orvost, hogy... Persze, jó. A Rollins is befejezte basztus a meccset. Rollins is befejezte a meccset. Hihetetlen. Ez egy ilyen biznisz. Igen, ami egyszerűen hihetetlen. Takerről akarsz beszélni, neki mennyi sérülése volt? Hát Taker ugye szintén egy idióta, aki alapvetően 99-ben elszakadt lágyékizommal birkózni akart. Úgyhogy menet közben a térde is szará volt menve. Nem tudom, még volt még egy sérülése, de könyörgöm. Lágyék izom szakadással. Te birkózni akarsz. Normális, Margit? Ülni nem tud az ember úgy fejállítólag, ez olyan dolog. Szóval ennyire durán komoly Taker, hogy ő birkózott törött lábbal, törött kézzel. Mindennel gyakorlatilag. Részletekben elszakadt tért szalaggal, meg könyökszalag is volt, ugye, meg minden, meg vál problémája is volt az öregnek, ugye hát problémái évek óta vannak. Hát amilyen nem sérült meg, olyan gyakorlatilag nincs egy emberben. Ugye agyrázkodást is szenvedett, ugye múltkor. Hányat, ugye, mert arról nem is tudunk, ugye a legutóbbi ugye pont ugye izé ellen volt, ugye Lesnar ellen, ugye. Már azt mondani, a 30, amikor így... Kitépte a lábát. Világos volt, de senki nem volt otthon. Így van. Abszolút, Taker egy borzasztóan egyedi eset ilyen téren, mert tényleg annyi minden volt sérült, hogy azt nem tudunk elsorolni. És akkor mindenképpen meg kell említeni Shawn Michaels-t, aki talán a legismertebb eset ezen a téren. Ugye Michaelsnek komoly hátsérülés miatt 4 évet kellett kihagynia a pályafutásából 1998 és 2002 között, és gyakorlatilag annak ellenére, hogy ő volt az egyik zászlóvívője az egész mozgalomnak, így lemaradt az attitűdről. Így van, hogy hát gyakorlatilag ugye vele kezdődött az egész attitűd. Lehet, hogy mindenkinek jó jött, hogy nem lett végül az arca, mert azért az ő sejemfiú kinézetével azért nehezebb eladni az attitűdöt, mint Austinnal.
De tényleg ugye Takerrel volt ugye egy koporsós mérkőzés, a Taker kipenderítette ugye a ringen kívülre. Távoz bánatosan, és bánatos távozás lett a vége. És ugye a koporsó vége ugye eltalálta a derekát, ugye, ami általában nagyon durván szétszúzott ugye ott mindent. Ugye Michaels akkor még nem érzett olyan komoly fájdalmat, ugye be is fejezték a meccset, majd másnap reggel, amikor fel akart kelni ugye a szállodába, nem tudott kikelni az ágyból. Igen. És ugye Michaels is egy idióta, tehát elment orvoshoz, megnézett a hátad között, hogy izé tolószékbe fogsz kerülni, erre az mit csinál? Elmegy a WrestleMania-ra és Austin ellen mérkőzést játszik, igen, hogy elveszítse az övét. Ugye én Michaelsnek olvastam a könyvét, és gyakorlatilag mesélte azt, hogy az Austin elleni mérkőzésen úgy érezte végig, mintha futóhomokban mozogna. Tehát a teste nem funkcionált úgy, ahogy normálisan kellene neki. De lebirkózta az egész mérkőzést. Így van, és gyakorlatilag a lényegi karrierje jött ugye 2002 után, egy 4 éves kihagyás után. Ugye Michaelsnek az élete nagyon nagy változásokon ment keresztül abban a 4 évben, amit távol töltött a biznisztől. Megnősült, megtért keresztényre, szakított a drogokkal, a piával, meg minden egyéb ilyen dologgal, amik eléggé negatívan befolyásolták az ő jellemét. És visszatért, és Arn Anderson mondta azt neki, hogy hát ez neked olyan, mint hogyha bicikliznél. Igen. Nem tudod elfelejteni. Nem, abszolút. Ugye gyakorlatilag Michaels kiemelkedően jobb lett, mint előtte volt. Mert emberileg sokkal inkább ügybe volt. Így van. Ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, tényleg. Tehát egy olyan műfajban, mint a pankráció, fontos az, hogy te fejben ott legyél. Hogy fejben egybe legyél. És Michaels a 90-es években akármennyire is ösztönös zseni volt, egyszerűen emberileg nem volt egyben. És amikor visszatért 2002-ben, akkor meg egyben volt. Nekem az a mérkőzés, amit a SummerSlam-en játszott Triple H-sel, az egy street fight egyébként, és kevés ilyen street fightot tudok megnevezni, mint a kedvenc meccseim egyikét, de ez nekem a mai napig az egyik kedvenc meccsem pszichológiailag is. Igen. Akkor már egy színát is megemlítjük, egy minimális szintű, hogy az ő nyaksérülés is azért elég komoly volt. Na hát Cena egy idióta szinten ebből a szempontból, tehát neki is a... Nem is a nyaksérülése volt a legdurvább, bár ugye ott láthatod a torka mellett azt a műtéti heget, de amikor a egy az egyben leszakadt a mellkasi izma. Igen. És azt mondták, hogy 1 év kihagyás. És erre visszajön 4 hónapon belül. Hát a könnyök műtétből ugye, amire szintén ugye 3-4 hónapon mondtak visszajött, 1 hónapon belül visszajött ugye. Tényleg színe a vasember mi volt, valami hihetetlen. De ennek is meg lesz ám a böjtje. Persze, hogy meg lesz. Ugye színának is szerintem hamarosan eljön az, amikor tényleg attrakcióként kell kezelni. Hát közeleg a 40 éves korához, és az azért egy pszichológiai határ is a sportolók esetében. És tudom, hogy ez nem kapcsolódik szorosan a sérülések dolgához, de azt hiszem itt van az ideje annak, hogy Cena nem meccseket, hanem lassan elkezdjen feudokat veszíteni. Igen, mert át kell neki tényleg adni most már azt a fákját, amit évek óta ugye magasan tart. Igen, és elő. Ő meg tudja csinálni. Ezért is mondom mindenképpen, de az biztos, hogy valami szupermeni adottságukat mutatott. Tényleg, igen, ugye hihetetlen, ugye milyen recovery képessége van abszolút. Hát én nagyon bízom abban, hogy Seth Rollins hasonló erényeket fog csillogtatni, mert tényleg nagyon várom vissza. Lehet, hogy kicsit túl sokat volt ő tévében az elmúlt egy évben, de az biztos, hogy amikor vissza fog térni, akkor addigra mindenki hiányolni fogja. És félreértés ne essék, Seth Rollins vissza fog jönni, és ugyanolyan jó lesz, mint amilyen eddig volt. Sőt, a Triple H példájából, ugye a Triple H 3-szor akkoraként jött vissza, mint előtte, a sérülés előtt volt. Előtte van a példa, pontosan. Igen. És ugye állítólag Trips volt az első, aki fölhívta Rollins-t, hogy mi baj van. Szóval ugye ennyit az ő kapcsolatukról elmondunk, hogy tényleg ugye valószínűleg ugye Rollins jobban fog visszajönni, mint bármikor. Jobbulás Seth Rollinsnak. Így van. Alright, gentlemen, you have 3 minutes, and you better make it good. És eljött a közönség kedvenc, és a mi kedvencünk is, ugye a 3 minute warning, 3 olyan hírrel, ami a héten ugye nagyon szólt, meg kell keresni a helyet, de amit nagyon szólt, ugye, meg ugye foglalkoztatja a magyar és nemzetközi közvéleményt, meg minket is. Ugye az egyik az, hogy lesz egy álommeccs, amire évek óta várunk. Lesz-e? Jön egy olyan név, akire nem számítottunk, hogy jönni fog-e a WWE-be. A másik pedig egy frusztrált birkózó gondolatait. Frusztrált, igen. Na, kezdj, hogy jön az óra. Óra indul! Az első hírünk ugye az, hogy rebesgetik a pletykákat, kiszivárogtak az ajtón, ha már jövő héten úgyis Undertaker hetet fogunk tartani a 25. évforduló miatt,
akkor kezdjük ebben. Köszönöm, hogy ennyire indokolatlanul jelentetted be. Így van, bejelentünk mindent előre. Úgyis be fogjuk jelenteni. De azt mondja, hogy Cena Taker pletykálnak a Mania 32-re. Hát ez egy eléggé régi pletyka igazából, igen, hogy Undertaker-t és John Cena-t valamelyik WrestleMania-ra össze kéne hozni. Ez még a streak ideje alatt is rendre visszatérő elem volt. De most úgy tűnik, hogy ez lehet a jövő évi blockbuster meccs. Igen, ez lehet a jövő évi blockbuster meccs, csak most már nem tudom, hogy mi lesz az indok. Mert ugye régen meg lett volna az indok, ugye a streak meccs, ami mindig ugye mindenkinek bármi indok lehet volt. Az indok, hát könnyen. Persze, de akkor is. Mivel indokolsz meg egy Cena Takert? Tényleg? Kell indokolni bármivel is? Kell! Ez Cena meg Taker, basszus! Jó, jó, most ne rajongóként gondolkozz, hanem mondjuk úgy, hogy tényleg mivel indoklod meg? Milyen sztorit építesz egy Cena Taker köré? Szerintem alapvetően azt, hogy ez a WrestleMania-nak a csúcsa. Igen. Igen, tehát egyszerűen azt gondolom, hogyha egy bizonyos szintig eljutsz, egy bizonyos státuszt elérsz pankrátorként, akkor nem nagyon kell neked több sztori indok. Pusztán az, hogy a legnagyobb színpadon felül akarod múlni azt a másik embert. Igen, ennyivel eladhatóvá tennénk egy Mania szezont. Én azt gondolom, hogy Cena és Taker meg tudnák csinálni, mert ugye ez az a top mérkőzés, amire abszolút nem került sor, annak ellenére, hogy hosszú ideig adta volna magát. Ők a 2003-as Vengeance Gálán vívtak egyéni mérkőzést, és utána ilyen Rumble vagy WrestleMania előtti All-Star meccseken, All-Star Tag Team meccseken kerültek esetleg szembe egymással Monday Night Raw-kon. De azt gondolom, hogy Undertaker és John Cena eladja magát. Én nem tudom, hogy te mit gondolsz annak a valószínűségéről, hogy ezt egy Cena heel turn-nel köthetik egybe. Biztos, hogy nem. Most jelen pillanatban főleg nem, mert most jelen pillanatban akkora probléma van, ugye tényleg top talent hiány van, hogy biztos, hogy most nem fogják meglépni. Mondjuk akkor, ha majd Rollins visszajön, faceként jön vissza, akkor el tudom képzelni azt, hogy Cena-val lépnek egy merészet. Ugye sokáig a streak törés kapcsán vették föl annak a lehetőségét, hogy Cena ezáltal lehet negatív figura. Megvenni Takert a Mániánál és abban törnöltetjük Cenát? Nem. De az nem jó üzlet. Úgy érzem, én az nem jó üzlet. Nem tartom azt a valószínűségnek. Itt a külső körülmények biztos az lesz, hogy a közönség Taker mögött fog állni és Cena lesz a heel a meccsben. De Cena egész karaktere és egész bizniszhez való hozzáállásából az fog jönni, hogy itt a maximális tiszteletet fogja adni az öregnek. Ezért volt igazából az, hogy nagyon sokan ezt, sőt korábban én magam is ezt az I Quit Submission meccset vizionáltam WrestleMania-ra, még amikor megvolt Takernek a sorozata Cenával szemben, és ez egy olyan ötlet, ami papíron nagyon jól hangzik, viszont megvalósítani egy rémálom lenne. Igen. Hát még erről tudnánk beszélni még legalább, szerintem 20 percet is. Fogunk is, mert úgy gondolom, igen, hogy ez még elő fog kerülni a biznisszel kapcsolatban Undertaker és Cena lehetséges mérkőzése. Annyit még mondanék, hogy szerintem ezt meg kell csinálni. Mindenképpen. Igen, egy ilyen rangadót meg kell csinálni. Ameddig az öreg bírja, meg kell csinálni. Így van. Akkor jön a második 3 percünk. Az pedig ugye az, hogy egy újabb olyan név került a WWE közelébe, akiről soha nem hittük volna, hogy az lesz. Ugye Sting és Samoa Joe után. Azért én őt nem nevezném Stinggel egy. Jó, nem az csak úgy, hogy a stílus hasonló, de a kategória nem ugyanaz. Meg főleg úgy, hogy ő birkózott is egyébként, ugye? AJ Styles-ról beszélünk, ugye, aki birkózott már a WWE-ben. A TNA-nek az ikonja egyébként többszörös világbajnok, az X-Division-nek az egyik zászlóvívője valóban. És most ugyebár, amióta nincsen ő a TNA-ben, most már egy másfél éve, azóta főleg a New Japan Pro Wrestling-ben birkózik. Viszont az elmúlt időszakban fölmerült pletyka szinten az, hogy az NXT esetleg szerződést kínálna AJ Styles-nak. Így van. Hát én mondjuk, ahogy ismerem a WWE politikáját ilyen pillanatban, az, hogy kit hozunk és milyen szerepre hozunk. 35 év fölött nem nagyon hozunk olyan birkózót már, aki nem established star. Szóval még Styles pont az lenne, csak ugye a WWE ezt többször ismerte, hogy most már nincs akkora konkurencia, amit megérné ugye kifosztani ilyen téren. És ugye Styles abszolút az a kategória, hogy a TNA-nek volt tényleg az egyik arca, és ugye a TNA-en például nincs olyan státuszban, hogy ugye mainstream szinten valaki sztár legyen benne. Hát ezért az például, hogy Joe-t is úgy kezelik, hogy ugye hogy Joe is abszolút NXT-zik folyamatosan.
Akkor Stingnél meg se említették a fő rosterben azt, hogy Sting birkózott a TNA-ben. Viszont a DVD-jén meg igen, ami szokatlan önmagában is. AJ Styles esetében esetleg azt lehet fölvetni, hogy ha az NXT-t önálló utazó brandként próbáljuk kezelni, akkor ő egy olyan húzónév lehet a különböző kisebb birkózó piacokon, akinek a nevével adásokat lehet eladni. De AJ Styles, mint hosszú távú WWE prospektus, már csak a kora miatt se jön szóba, szerintem. Így van. Másrészt meg ugye láttuk, hogy a James Stormot is elhozták edzőnek, mert Stormot is edzőnek hozták. Még mindig nincsen szerződése sem. És nincsen szerződése, szóval csak egy darab fellépése volt ugye az NXT-ben, meg ugye őt edzőként akarják alkalmazni, meg ugye a nagy neveket ugye mind. Hát ugye állítólag ugye Kurt Angle-nek is ugye edzői szerződést akarnak adni, ha akarnak egyáltalán, szóval az is inkább csak a pletyka. Szóval abszolút ugye, én mondjuk úgy vagyok vele, hogy annyi jó és tehetséges gyerek van az NXT-ben, és még annyi, amit nem is láttunk a képernyőn, mert csak készül ugye a Performance Centerbe, hogy egyszerűen a WWE ott tart, hogy nincs szüksége AJ Styles-ra. 5 évvel ezelőtt lett volna szüksége AJ Styles-ra, most nincsen szüksége. Az az igazság, hogy AJ Styles neve olyan a mai pankrációiparban, hogy gyakorlatilag szerintem nem képvisel komoly értéket. Igen. Az egész kapcsolatban, és félreértés ne essék, én, hogyha leigazolja őt az NXT, mert ugye neki is lassan arra kell gondolnia, hogy ezért a jövőjét meg kell alapoznia, bár nem gondolom, hogy a New Japan Pro Wrestlingben olyan szarul lenne ő fizetve, de... Ma nem férünk bele az időbe. Jó, de értitek, szóval én szívesen láttam AJ Styles-ot alapvetően az NXT-ben, szívesen láttam azt, hogy mérkőzik, ahogy birkózik, de úgy gondolom, hogy alapvetően a WWE-nek erre nincsen szüksége. Nincs szüksége. Ugye, nem úgy, mint ugye Dario esetében, ugye, ahogy Dario elmondta, ugye, hogy a WWE-nek szüksége van rám, nekem nincs szükségem WWE-re. Hát Styles nem spanyol, úgyhogy igen, Styles nem megbukik az egész. Na és jöjjön a harmadik, ugye, amit már beharangoztam az előző szegmensben, ugye, hogy a jó Brian helyzete, ugye mi is a helyzet Daniel Bryant, ugye Furesztált, nagyon, ugye, mert... Ez egyébként egy indokolatlan HCV-s belsős vicc R.P. Tysonnak a csodálatos interjújából, amikor azt mondta a frusztráció helyett, hogy Furesztált. Na szóval, ugye Brian, ugye sideline-ra van pakolva már jó ideje, mikor birkozott be utoljára? Hát gyakorlatilag a Mania után egy-két héten. Igen, igen, durván. Mert az európai turnéról már leszett. Igen, igen. Szóval gyakorlatilag fél éve nem birkózott Brian, mert ugye egyszerűen a nyakával voltak ugye az elején gondok. Megint, ugye megint nem érzett a kezével, újra megműtötték, az állítólag rendbe jött. A nagyobb problémák, ugye amit mondtunk, ugye az adrászkódásokkal van. Amit ugye a WWE most jelen pillanatban nagyon komolyan vesz, ami nagyon pozitív dolog. Igen, tehát az, hogy most nem hozták vissza Daniel Bryant a jelenlegi Rollins sérülés utáni kritikus helyzetben, ez is azt mutatja alapvetően, hogy nagyon-nagyon komolyan van véve ez az egész történet. És az a durva, hogy tényleg mondjuk azt mondom, hogy még 5 évvel ezelőtt is Bryant azonnal hozták vissza, volna vissza, amint lehet. Csak most jelen pillanatban az a helyzet, hogy állítólag az NFL orvos, az NFL-nek az agyrázkodásért felelős főorvosa megvizsgálta, és ő zöld utat adott Bryantnek. Ám, a WWE saját agyrázkodásaért felelős főorvosa azt mondta, hogy nem mehet. És hát a WWE erre a véleményre ad, így Bryant nem engedik birkózni. Ugyebár a WWE Network-ön futó Breaking Ground legutolsó, nem az eheti, hanem a múltkori epizódjában konkrétan láthattuk azt, hogy egy korábbi amerikai futballistát, aki a Performance Centerben pallírozódik, milyen teszteknek vetik alá ahhoz, hogy egy agyrázkodás után egyáltalán visszajöhessen. Igen. És ő is már akkor túl volt, azt hiszem 2 hónap után? Vagy több hét. Több hét, igen. Szóval ki az, hogy 9 hétről volt talán. De nagyon komolyan veszik ezt az egész történetet. Daniel Bryan meg ettől szerintem farmászik. Igen, hát ő ugye tudjuk, ugye, hogy ő 6 éves kor óta birkómániás, és tényleg, ugye olvastuk a könyvét mind a ketten is, hogy egyszerűen ez az élete. És azon beszélgettünk a héten, meg a már múlt héten is szóba került, hogy ha Bryant nem engedi a WWE hosszú távon visszabirkózni, akkor Bryan el fog menni indízni. De vissza fog menni, evidens, basszus, mert a ringet nem fogja tudni ott hagyni. Mert Briannél nem a pénzkérdés a lényeg, mert ő most már megalapozott dolga van, ugye ott a kis fél ilyen
hippi farmja, ugye Brie Bellával, elvalott növényeket. Fú, Brie Bella mennyire boldog lesz, hogyha Daniel Bryan így elmegy a Pro Wrestling Garillába majd birkózni. Igen, igen, meg Japánba, ugye mondjuk egy több hetes turnéra, meg ilyenekre, ugye meg átjön Európába. Nagyon nehéz igazából erről bármi értelmeset mondani, úgyhogy nyilván nem vagyunk tisztában Daniel Bryannek az orvosi adataival, hogy ő valójában hogy van. Én azt gondolom, hogy minden pankráció rajongó abban érdekelt, hogyha Brian tényleg egészséges, akkor jöjjön és birkózom, mert a világ legjobb ezen a téren, az a világ egyik legjobb ezen a téren. De a WWE-t is abszolút meg lehet érteni szerintem, mert nagyon nagy előrelépés az, hogy most már nem vállalnak be kockázatokat ezen a téren. Igen. Majd erről szerintem egyszer beszélgethetnénk hozzátában, hogy... Addigra visszajön. Addigra visszajön. Vagy a Pro Wrestling Gerillába. Mármint az agyrászkódás körül egy dolgokat gondoltam, azt egyszer megbeszélhetünk hozzátában. Ma úgy tűnik, hogy nem fértünk be egyik három percünkbe sem. Bishop érdekesek voltak a hírek. Bishop nem lesz büszke ránk. És akkor jöjjön egy olyan kis szegmens, ami azért evidens volt ezen a héten szerintem. Igen, ha még hogyha a szomorú is az apropója. Wait a minute! Hear myself say 3 minutes. Mai adásunk fő témája pedig egy WWE Hall of Famer, Eddie Guerrero, aki hát egy elég szomorú apropóból kerül be ebbe a mostani adásban, hiszen a 10 éves évfordulóját írjuk annak, hogy ő elhalálozott. Így van, de Eddie-ről nem lehet szomorúan beszélni, mert Eddie-ről mindig mindenki vidáman beszél, ugye egyébként tényleg, szóval Eddie-ről vidáman fogunk beszélni. Mert ilyen ember alapján. Igen, ugye ilyen ember volt. Ugye, nem is tudom, ugye, azért ő is szép utat járt be, mire a WWE-hez került először, és ugye tényleg ugye, a Lasso from El Paso, ugye. Hát megjárta a függetleneket, Mexikót, az ECW-t, a WCW-t. Japánt. Japánt, ahol Black Tiger néven birkózott, és nagyon sokat lendített az ő személyiségén. Eddie Guerrero egy érdekes egyéniség, tehát ő, amikor elkezdtem wrestlinget nézni, egyébként az egyik legelső szegmens, amit valaha láttam, az tőle volt. Kurt Angle-lel feudolt éppen a 2004-es SummerSlam előtt, és a legelső jelenet, amit láttam tőle, az benne foglalta az ő állandó catchphrase-ét, az, hogy lopok, csalok, hazudok. És abban a pillanatban én beleszerettem Eddie Guerrero karakterébe, és gyakorlatilag alig több mint egy évig nézhettem őt, mert 2004-ben kezdtem el pankrációt nézni, 2005 novemberében pedig elhunyt, de abban az egy évben az egyik kedvencem volt Eddie. Hát abszolút, hogy én meg nem is láthattam, ugye idézően élőben, ugye real time-ban, de nekem is abszolút a kedvencem. Tényleg egyébként ugye többször volt, hogy az év legjobb promósának választották, mert kicsit erőltetett, szerintem, de tényleg nagyon jó dolgai voltak. Szóval ez a igazi latino karakter, amit hozott, az nagyon fantasztikus. Emlékszem, hogy 2005 nyarán Olaszországban voltam, és egy panzióba jártunk ebédelni, és megyünk oda, és az első emeletről néhány ilyen tínédzser srác ült felém, hogy viva la raza, viva la raza, viva la raza! Felnézek, Eddie Guerrero, szervusz! Nagyon jó. A pankáció egyetemes nyelve összehozza az embereket. Így van. 1900 óta. Az biztos. De tényleg ugye ő is azért sok mindent elért, ugye. Még nem a WCW-ba, mert ott nem annyira. Meg is próbáltak. Ugye ott is ugye sose tartották ugye nagy dolognak őt. Ugye. Kevin Nash, ugye Vanilla Midgetsnek hívta ugye ezt ugye, amikor Guerrero bekerült a WCW-ba, Bischoff gyakorlatilag őszintén megmondta neki, hogy vannak fegyvereim, de nincsenek beletöltények. És te, Benoit, Malenko, ezt a szerepet fogjátok betölteni, ti lesztek a töltények. Ti lesztek az autóbaleset a filmnek a közepén. Így van. Tényleg ugye úgy volt, hogy gyakorlatilag a Mit Carterek hátán épült az egész adás, ugye? Eddie maga azt mondta, hogy a WCW a gerincét veszítette elő, amikor ők elmentek. Abszolút, így volt, ugye, amikor mind az öten, mert ugye Jericho egy évvel korábban, de ugye utána... És mellette ugye Benoit, Malenko és Perry Saturnnak itt eléggé ritkán említünk meg. Szegény Saturnt elég. Pedig ugye Guerrero már korábban is kérte azt, hogy őt bocsássák el, csak akkor egy olyan történet lett, hogy Bischoff ideges lett, és véletlenül leütötte a kávéját az asztaljáról, ami ráborul szépen Eddie-re. Ebből meg sztorit csináltak, mert miért ne? Mert az abszolút abban mindenből sztorit csináltak, ugye? És ugye akkor megpattantak szépen ugye ők négyen, ugye, és a Radikálsz. Azok után egyébként, hogy ő cirkáló súlyú mezőnyben egy komoly tényező volt a WCW-ban, Rey Mysterio-val a 97-es Halloween Havokon vívott mérkőzéssel különösen
nagy elismerést váltott ki. És utána a Latino World Order csapatban Latino volt. World Order, nagyon jó. Nagyon. Szintén a vezetője volt, az ott bukott meg, hogy ugye neki volt egy súlyos autóbalesete 99 új évkor, amit csoda, hogy túlélt. Őt is megemlíthettek volna egyébként a sérülések kapcsán, mert a mája, a lépe, a csípője mindene szarra elment gyakorlatilag abban a balesetben. Hát tényleg ugye egy nagyon kemény baleset volt, ugye majdnem meghalt akkor is. Bele, ugye, meg utána volt mellé két ladagolása is, szóval hogy a drogfüggőség ugye folyamatosan végig. Drog és alkohol függősége, igen, Eddie Guerrero-nak, de őt mindig azért emlegetik pozitív példaként, mert sikerült felülemelkednie rajta. Igen, és ugye pont ugye, hogy sikerült felülemelkednie, ugye a WWE is gyakorlatilag csúcsára is felért, ugye, akkor még ugye a erőteiben lévő World Heavyweight Championship-pel, ami akkor még tényleg jelentett valamit. Brock Lesnart győzte le a WWE bajnoki címért, ami azért nem kis dolog. Így van. De egyébként egy nagyon érdekes karrier az övé, mert én azt gondolom, hogy Eddie Guerrero emberileg nagyobb bálvány, mint amilyen birkózóként. Igen. És ő az, hogy az, hogy ő most gyakorlatilag ekkora legendaként van kezelve, az annak tudható be, hogy meghalt. Sajnálatos módon, mert egyébként ahogy készültem az adásra, megnéztem, hogy Guerrero a mainstream pályafutása alatt összesen 4 PPV-n volt a főmeccsben. 4-ben. Igen. Nem többen. 4-ben. Szóval abszolút tényleg egy, amit ma arra mondunk, hogy... Oh. Miért nem kapcsoltad le? Ez már nem a 3 minute volt. Így van, most nem kapcsoltam le. Jó, akkor nem hagylak szózítni cserébe. Jó. Viszont Eddie Guerrero tényleg, és ezt nem azért mondom, hogy bántsam őt, mert a világ birkózóinak a túlnyomó többsége meg se fogja közelíteni ezt a szintet, mint amin Eddie Guerrero volt. De ő alapvetően egy abszolút középkategóriás midcard birkózó volt, és ott birkózta végig a pályafutását, és ott volt ő egy kiemelkedően jó, megbízható előadó. Így van, tényleg, szóval abszolút ő egy... Azért tartjuk ő egyrészt szerintem ikonnak, mert fölülemelkedett a túladagolásain és a drogfüggőségén, mert ugye az utolsó másfél-két évére, mert teljesen... Három évére. 2002-ben volt az, amikor visszatért a WWE-be, úgyhogy végigcsinált 2001-ben egy rehabilitációt, egy elvonó kúrát, és akkor utána még volt egy visszaesése. A függőségébe, az alkohol függőségébe, ami abban csúcsosodott ki, hogy letartóztatták, ugyanis segrészegen úgy próbált bemenni a lakóközösségének a parkolójába, hogy nem tudta beütni a kódot, mert már annyira el volt szállva, és akkor úgy gondolta, hogy hát beülök az autómba, akkor majd az autóval neki megyek és kinyitom. Hát ugye ez, igen, ez egy ilyen nagyon logikus gondolkodás, és állítólag Guerrero szerint, olvastam ugye a könyvét, az volt nála a forduló pont, amikor másnap hajnalban magához tért gyakorlatilag a börtönben, úgyhogy egy összehugyozott WC papír tekercs volt a párnája. Az szép. És akkor így mondta, hogy ennél lejjebb már nem tudok süllyedni. És gyakorlatilag ott Guerrero megfordította az életét, és más következő évben a WWE azonnal visszahozta őt, amint az így látszott. Persze azért neki voltak ilyen vicces történetei, ezt mindig el szoktam mesélni. Rob Van Damme-vel birkózott egy house-on. Ez is egy jó mérkődés. Rengeteg ilyen hamis befejezés volt, amikor kikautoltak három előtt, és Van Damme bevitte neki a Five Star Fox Splash-t, és Eddie annyira belekerült ennek a mérkőzésnek a flójába, hogy ösztönösen kirúgott három előtt. Pedig ez lett fel a finish. És akkor írta magához tért, jaj, bocsáss, és visszahúzta magára. Oké, akkor most izé. Ez tipikus el is egyébként az egész. Az. És ugye 2005-ben november, mondjuk a mamma? 13-án ugye egy szív infarktusban, még valószínűleg ugye a mérhetetlen mennyiségű szteroid és drog és egyéb fogyasztás miatt következett be, ugye elhunyt. Igen, fogmosás közben történt az egész baleset, és Chavo Guerrero talált rá az unoka testvére. Nekem ez egy nagyon nagy trauma volt egyébként akkor, tehát tényleg éppen betöltöttem a 16. életévemet, és Eddie nekem akkor az egyik kedvencem volt abban az időszakban, és képzeld el azt a pillanatot, amikor én felmegyek a Lords of Pain-re, és breaking news, hogy Eddie Guerrero halott. Ez nagyon meg Eddie fight, tehát nem az az értelem, mint Benoit, mert az egy borzasztó dolog volt, tényleg amikor Benoit-nak a gyilkossága és öngyilkossága a napvilágra került, az marcang volt, de Eddie csak egyszerűen fight.
Eddig mindenkinek fáj, mindenki szerintem a mai napig. Voltaképpen azt gondolom, hogy megérdemli valahol azt, hogy nagyobb elvenként van elismerve, mint amilyen ténylegesen volt, mert ő egy olyan ember volt, akinek az élete az egész. Igen, abszolút. Az egész élete a Pankráció körül összpontosult. Hát ugye az apja Pankrátor volt, Góri Guerrero, a heel legenda Mexikóban. Az egész családja gyakorlatilag Pankrátor volt. A valamennyi fivére, akkor utána az unokaöccse Csávó, még a felesége is utóbb bekerült ebbe az egész bizniszbe, jó Vicky Guerrero. És még a lánya is próbálkozott vele. Igen. Valóban. Úgyhogy azt gondolom mindenképpen Eddie Guerreroról, hogy ő egy egyedülálló alakja volt ennek a biznisznek. Ha nem is akkora ikon, mint amilyennek megpróbálják eladni, de egy kiváló birkózó, nagyon karizmatikus ember, és nagyon megboldogította a Pankráció rajongásomnak az első évét. Ez egyértelmű. Ennyi volt már a szorító, jövő héten ismét érkezünk, amint elspoilereztem, egy igazán izgalmas adással. Ugye az egész hetet és az adást is Undertaker köré építjük. Igen, lévén, hogy a Survivor Series-en pontosan a 25. évfordulója lesz annak, hogy a halott ember debütált a WWE-be. Így van, napra pontosan. Szóval a jövő héten ebben érkezünk, addig is kerestek minket Facebookon, kérdezzetek velünk AskFM-en, a Dr. AskFM-jén, írjatok nekünk e-mailt, vagy pedig a poszt alá írjatok témákat és kérdéseket. És jövő héten békében fogunk nyugodni! Addig is, sziasztok!